Sziasztok, a mai videóban, mint ahogy láthattátok már, egy XF95-ös DAF-ot fogok nektek bemutatni. Megnézzük, hogy hogyan lehetett egykor ebben élni. 2006-os az autó és 1,5 millió kilométer van benne, és szerintem rögtön indítsuk be, hallgassuk meg a hangját. 480-as egyébként ez a DAF, és még erőteljesebb a hangja. Hát olyan lágy, mint ezek a maiak, igaz? Még kamion hangja van. Nem nyerges egyébként, hanem forgózsámolyos a szerelvény. No igen, ebben a kamionban még talán nagyobb az erő, mint a másik társában, ugye a 105-ös DAF-ban, amilyennel én is járok, ugye az enyém az 460-as, és teszem hozzá, hogy nagyon gyengék a DAF-ok. Képzeljétek, amikor időttem dolgozni, talán emlékeztek még erre a felvételre, 2 hétig egy hasonló 95-ös DAF-val voltam, bár akkor nem mondtam nektek, nem tudjátok, most már megtudjátok, a második napon fel akartam mondani, miért. Emiatt a csodálatos ágy miatt. Olyan ágy, képzeld el, hogy arra keltem amikor éjfélkor, hogy iszonyatos hasizom, görcsöm támadt. Azért, mert tudatalatt olyan puha az ágy, annyira egyensúlyoztam az ágyon, hogy lényegében, mint hasaztam volna egész ezt. Szóval, hogy hasaznak, ajánlom a 95-ös DAF-ot, majd levettem ezt a matracot, és a fán aludtam, ezt ingyen megmutatom nektek, ajánlom is, nektek, hogyha így fáj a derekatok, és hogy vegyétek le. És akkor így aludtam, és akkor visszajöttem, mondtam, hogy ha ez az autóval kell tovább járni, akkor köszönöm szépen, én elmegyek, de úgy adták nekem a K48-ast. Oké, hát ami szembe tűnő az először is a kormány, más az óracsoport, a tükör, illetve középen van egy hatalmas nagy púp, illetőleg még ilyen kézi joystick váltós a kamion, bár ahhoz képest egyébként, hogy milyen régi joystick váltó található, hátul van még a kézifék. Oké, na kezdjük akkor először az óracsoporttal, ismerkedjünk meg ezzel. No, lássuk tehát akkor az óracsoportot. Gyújtást adunk rá. Illetőleg lámpát kapcsolunk. Így. Ilyen színekben pompázik az autó. Volt, aki kérdezte egyébként, hogy ezek a kamionok mennek-e egyébként 120-125 km/h, ameddig ugye kalibrálva van. Természetesen mennek, ha nincsen ugyebár is leszabályozva ez a kamion, akkor megy, tehát ameddig jól esik neki. Úgyhogy én is mentem már 130-al. Általában egyébként ez a kezdősofőröknek az egyik nagy hátránya, hogy rögtön ki akarja fektetni, én azt mondom, hogy te hagyjátok ezen részét, semmi izgalom nincs egyébként benne, mert beborulsz, akkor nagy baj csinálsz. Lássuk akkor még, hogy van itt egyikünk egy ilyen komputer. Látom, van valami billentyűzet is bele pakolva, gondolom, hogy könnyebben lehessen írni, hát eléggé régi. Azután, hogyha ide feljövünk, akkor itt megláthatjátok, sokan talán nem is láttatok ilyet, maximum lehet egy iskolában, ő lenne a tálcás tahográf, hát ugye ezt kell, ebbe beteszed a korongot, és akkor betolod. Ez lenne még a régi tahográf. Oké, és ezek után akkor nézzünk fel, hogy mekkora a fülkének a belső. Tehát itt található egyszer a kézifék, itt pedig a váltó. Hát felkúszni nem olyan egyszerű, mint ugye a másikba. Én valahogy így gondoltam. Nos, a kamionnak a belmagassága, bár kisebb, mint a másik DAF, a 105-ös, illetve a 106-os társa, mert ezzel azért fejjel elérjük, még a másikban azért közel nem. De hát ugye az annak köszönhető, hogy középen itt van ez a motortér, és viszont így is elég jól el lehet benne férni. Hát ez az öregasszonyos belső, ez azért nem egy túl szép látvány, még ugye ilyesmi létrával, biztonsági övekkel, és ez a kék függöny, tényleg nem egy szép látvány. Nézzük meg itt az ágyat. Hát az a felső ágy egyébként azon, aki aludt. Nem ítélkezek, most hagyna próbáljam ki nektek, de eléggé katasztrófa, főleg a kinézete. Na itt lenne az ágyikó, az amit én annyira szidok. Hát gyerekek, ez káosz és anarchia. Figyeld! És hogy mutassam nektek valahogy, ahogy itt mutatom. Nézd! Így össze tudod nyomni. Figyeled ezt a matrac keménységet? Tehát minél keményebb legyen a matracot, gerincsérveseknek ajánlom, mert tönkre fog menni a derekad, oké? Tehát ez a matrac, ez káosz. Érdekességként mondom el, hogy Spanyolországban nálunk a Volvónak volt ilyen matraca, akkor szóltunk, azonnal dobták ki, és adták a vadonat új frankó kemény matracot. És ugye így volt ez, hogy én ezt így felemeltem, és ezen aludtam. Ezen hédereltem. Úgyhogy
Hát azt tudom nektek javasolni. Felnyitjuk az ágyat, akkor mit található alatt? Hát lényegében az elrendezése az autónak, ugye helyjel közel olyan, mint a másik DAF-é, tehát tényleg ott az egy mélyebb tároló. A két, hát ez a szélső tároló is megmaradt, de ugye ezek teljesen más jellegűen, hogy máshogy néznek ki az újabb DAF-okban. És hát egy hűtő, ami talán annyiból előnyös, hogy tálca található benne, és így ki lehet venni, és a takarítása egyszerűbb. Ilyen volt a Renault Premiumban egyébként ez a fajta hűtő. Én speciál, nekem nem volt vele bajom, pont emiatt meg ki tudtad venni, kivinni, és jól át tudtad mosni, tehát ez egy nagy előnye volt. Az ágy alatt a tárolók valamivel persze kisebbek, itt található szokás szerint az állófűtés állítója, ilyen éjszakai lámpákat tudsz innen kapcsolni. Hát ezek még ugye nem annyira sofőrbarát megoldásúak. És végül nézzük a szekrényeket. Hát három szekrény található. Nézzétek, tárolás szempontjából elég jó, tényleg mély, nagy. És tényleg hát a kornak megfelelően egyébként azért nem lehet szidni. Mondjuk egy LS Scania-val összehasonlítva azért szerintem ez viszi a prímet. Nézzétek meg, még felső tároló, szóval azt mondom, hogy ez egy nagyon jó. Semmi probléma nincsen vele. Nagyon jól lehet ott különteni a dolgaidat benne. Itt van egy másik tároló, és a szélső megegyezik a jobb oldalival ilyen irattartónak. Szóval elég szépen lehet benne tárolni. Hát ez a felső rész ilyen kis kikucskáló. Van, aki be szokta ezt ragasztani. Hát figyelj, több fény jut a fülkébe. Nézzük meg még a kormányát. Hát ez kicsit ilyen ivekós beütése van nekem. Az ülés az lényegében maradt ugyanaz a könyöklővel, illetőleg megmaradt ugyanaz a tálca. Egyébként a többi része ugyanaz. Most így egyébként érdekes lehet, hogy nézzétek meg a karoktól kezdve ugye a retarderig irányjelző, minden maradt ugyanaz a régiből. Tehát a DAF túlzottan sokat egyébként nem is változtatott az elmúlt időben ezen a fülkén. Én még mindig azt mondom nektek, hogy a 105-ös DAF véleményem szerint jobb fülkével rendelkezik, mint a 106-os. Nekem jobban tetszenek a gombok, mint ez a belesimított. Nem is tudom, nekem legalábbis nem tetszik ez a letisztított forma. Úgyhogy ettől ez viszont meg ezért nem tetszik, mert ez meg egy nagyon ilyen régies, szerintem a 105-ös az véleményem szerint nagyon el lett találva. Itt a sofőr háta mögött, tehát még egyszer nézzük meg, tehát itt van az állófűtés, ajtója, lámpák, illetőleg van itt egy ilyen kisebb tároló, oda is tudsz még pakolni cuccokat. Egyébként nézzétek meg ahhoz képest, hogy 2006-os autóról beszélünk, nagyon tiszta. Tehát ahhoz képest nézzétek meg, a fal is koszos, de hasonlítsátok össze majd, hogy lehet egy ilyen 2012-13-as autó, hogy le tudják lakni a sofőrök, tehát ahhoz képest azért mondom, látszik, hogy ezért így normális, nincsen büdös az autóba. Tényleg teljesen viszonylag azt mondanám nektek, hogy rendben van tartva ez a kamion. 1,5 millió kilométerrel. Nézzük még a tető elrendezését. A lámpák megint csak szintén megmaradt, annyi, hogy az újabbakban a piros van hátul, vagy hát ilyen sárgás, pirosas fény. Ugye az éjszakai vezetéshez az került hátra, egyébként ugyanazok a lámpák, vagy hát hasonló lámpaelosztás van, illetőleg a tetőablak van, tehát nincs benne álló klíma. Maga a napellenző része ugyebár is az megvan, tehát igazán tényleg azt látjátok, hogy a DAF tényleg nem nagyon nyúlt hozzá ezután így a fülkéhez, ezt így megcsinálta, és alig-alig van valami komolyabb változása a mellettünk álló 105-ös, majd a mellett álló 106-os DAF-hoz képest, tényleg minden egyes vonása megmaradt így a DAF-nak. Úgyhogy srácok, hát ez lenne a 95-ös DAF végül, és azt mondanám nektek, hogy élhető, lakható az autó, sírni nem fogsz, de az ágy az szerintem az katasztrófa, illetőleg ez a púp azért szokatlan, hogy így fel kell ide mászni, de nézzétek, fülkéje nagy, ahhoz képest, hogy milyen régi sofőrbarát, úgyhogy ő lenne a 95-ös DAF. Ha tetszett, én azt mondom nektek, hogy a honlapomon nézelődjetek, hogy az st22kotel.hu oldalon, a több mint kamionos menün belül megtalálhatjátok a legalsó menüben az eddigi kamion, vagy hát jármű tesztjeimet, hogy milyeneket mutattam már be. Jó, ott keresgéltek, mert valaki kérdezi a 106-os DAF-ot, ott megtaláljátok a régebbi, ugye 360 fokban készített felvételeket is. Úgyhogy ha van kedved, akkor nézelődjél. Sziasztok! Smoke weed every day.